közös bemelegítést követően indultak futni a Honvéd Szondiese és az önkormányzat által szervezett futáspróba résztvevői. A szervezők amatőr és haladó futókat is egyaránt vártak. Egy dologról szól, hogy mindenki a saját képességének megfelelően felmérje, vagy legalábbis ellenőrizze, hogy éppen hol tart. Ugye a futókörre azokat várjuk, akik újra kezdenek, elkezdenek valamilyen módon, egyáltalán életmódot szeretnének váltani, a mozgás újra beépül az életükbe, vagy beépüljön, és ahhoz, hogy ezt tudjuk kicsit kontrollálni, kicsit mérni, hogy ki hol tart, fejlődött, nem fejlődött, ezt hivatott ez a futáspróba ilyenkor hát szolgálni. A rossz idő ellenére többen is teljesítették a saját maguknak kitűzött távot, edzettségüknek megfelelően. Mindenkinek egyéni az, amit teljesít. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy egy fix távon, amit kiválasztunk a pillanatnyi edzettségi állapotához, ahhoz képest aztán a következő próbákon is ugyanezt teljesíti, és akkor mérjük, hogy ezt hamarabb tudta teljesíteni, vagy hogyha olyan jó állapotban van, akkor megnézzük, hogy ezt tudja-e kitolni ezt a távot. A tavaszi futáspróbát követően nyáron, ősszel és télen is lesz lehetőségük a sportolás szerelmeseinek, hogy futótársaikkal együtt tegyék próbára magukat, és fussák le a kilométereket.